Na, na most szerintem jó lesz, sikerül. Gyere, Racsi! Jó reggelt kívánunk! Itt a kampányfőnök, tegnap nem tudtunk dolgozni, vagy máson kellett dolgoznunk, ezért most élőben jelentkezünk a Racsival. Szevasztok! Át is adom neked a kamerát. Gyertek ide, hát kérdez! Hogy, szup, ja, jó. Hogy, tehát, hogy nézd innen, mi ezt, hogy mi van a képen. Aha. Az úgy jó. Oké, köszi. Szóval itt vagyunk a Holló utcában. Zoli, kérlek, mutatkozz be. Zoli egy Rósák Mégatéka pályázati nyertes. Az egyik kedvenc, annyira, hogy távolra mész, akkor... Jó, csak megnéztem a kis molinóját. Hogy Zoli, kérlek, mutatkozz be, és mondd el, mi a pályázat. Sziasztok, én Kárpáti Zoli vagyok, azaz Katyú. És arra vállalkoztam, hogy kártyúzok az országban, önkéntesen, meg ahogy tudok éppen, amire éppen összejön. Az első akciónkat még csinálják itt. Ezt a tárgyúzásnak meg kell történni, már kép van a kártyúról az előtte akcióról, de hogy mi lesz utána, aznak kiderül, hogy készen leszünk. Ja. Tehát most infrával melegítik. Ez egy kutyapártos kártyúzás lesz, ugye? Igen. Hogy is fog kinézni a szolgáltatás? Hogy jól tudom, hogy lesz egy ilyen weboldal, így van, lesz egy weboldal, ahol folyamatosan külditek be majd nekünk, hogy hol ne kártyuk, mert már rengeteget kaptuk a Google Formon keresztül, nagyon köszönjük szépen mindenkitől. Ja, már érkeznek a kártyuk? Már rengeteg érkezett, már több szám érkezett. Gyűjtjük a kártyukat. Így van. Nagyon sokat sajnos azok közül nem tudunk megcsinálni még, mert ez a technológia szűkös körben mozog, mert csak aszfaltot tudunk még elvíteni ezzel. De majd rajta leszünk azon, hogy visszatudjuk a köveszkat, hogy meg tudjuk csinálni. Ez most még nem a mi kártyúzunk, ugye? Tehát nem önkormányzat, hanem magánjel. Aha. Na, jó, szuper. Ki a szakértő? Akkor most meg... ...a halatlanul érdekes. Lezártuk közben az utcát. Így van, ez a... 21. századnak a kártyúzási technikája, az egy infrared kártyúzó berendező. Infravörös? Infravörös. Az infravörös közelettel fölmelegítjük az aszfaltnak a felületét. A keresztet az melegített felületből fölmelegítjük a felületet. Az ötben általában is újra hasznosítjuk, és tulajdonképpen csak annyi anyagot kell hozzászerni, hogy az ötben felületből. Nem keletkezik hulladék. Két főnyi személyzet, egy három és kilatonás alatúval meg tudja oldani ezt a problémát, amit a ma bevett szokás szerint kivonul 3-4 teherautó. Tehát a jelenleg használt technológia, amit mondjuk az ők használja, vagy más helyeken használja. Hát a jelenlegi tárgyózási technikai azt jelent, hogy ebben az időszakban ugye mindenki azon panaszkodik, hogy mindenki az úgy vagyok. Mert tudni kell ezt Magyarországon, hogy a előkészítenek idegkártyúzó anyagokat, és ideiglenes javításképpen ezt megcsinálják. Utána a kezdődik április-májusban az úgynevezett tartós javítási kártyúzás Magyarországon, amire megint pénzt költenek, ugye, azt hozzá kell tenni, hogy a éves szinten a kártyúzó, idegkártyúzó anyagokat az körülbelül 3-4-szer kell beletölteni ugyanabban a lukba, mert kiverik az autók, és utána megint pénzt költenek, az adófizetők pénzét költik arra, hogy újra tartós javítást csinálják. Tehát most egy nagyon ósdi technológiát alkalmazunk erre. Hát így van, aha. Ez az infraröldes technika, ez télen-nyáron alkalmazható, és tartós javítást lehet elvégezni. Menő. És akkor megnézhetjük, vagy most csinálják? Jó, tehát a különlegessége az, hogy télen is használható, nem? Hát a lényeges dolog, hogy télen is egyszerre lehet tartós javítást végezni. Ez most már körülbelül 8 éve működik ebbe az országba. Ezt mi hoztuk be Angliából, már vannak olyan önkormányzatok, akik vásároltak maguknak, és saját maguk készítik, ha javítják az útjaikat. Per pillanat most ugye a 7. kerületben vagyunk, és folyamatosan látszik a 7. kerületnek is a úthálózatán, hogy aha. Ez a technika mennyire
hatékony, ugyanis egyre kevesebb kátyúk vannak a kerületben is. Menő. Most a különlegesség az, hogy azt látom, hogy kb. Egy percen belül át kell fordítani, tehát nagyon gyorsan tudtok dolgozni vele, nagyon gyorsan el tudtok a forgalmi dugókat, vagy ezt, amit akadna. Ez egy gyors és független technológia, ami ugye az aszfalt keverőtelepektől független, és télen-nyáron tartós javítást tudunk végezni úgy, hogy meleg anyaggal dolgozunk. Igen, ami ott van, ott benne, ott látjuk. Itt van egy melegítő, igen. Ezzel tudjuk melegíteni az anyagot, nem keletkezik hulladékunk. Wow. Az, amit itt a keresztében találunk, akkor ezt nem kell kivésni. Tehát környezetvédelmi szempontból is nagyon hatékony a technológia. Most az első fázisban fölmelegítjük magát az adott felületet, ahol a kátyút találtuk, utána majd föl fogják lazítani az adott felületet, felfrissítik egy speciális emulzióval, bitumen emulzióval, és utána pedig a hiányzó anyagot a portboxból pótolják. Értem. Utána a zajcsökkentés szempontjából is, ugye itt nincs vágás, vésés, ez nincs. Viszont a tömörítést azt még mi is csak a légkalapáccsal tudjuk megoldani. Majd az fog egy kis zajt. Ő a henger, és most pikpak kész is kell lennünk ezzel, nem? Mert meg kell nyitni a... Azt jelenti, hogy ez a technika arra alkalmas, hogy a helyszínre térve 20 perc alatt már összepakolva a következő helyszínre. Tehát itt 20 perc alatt megnyílik a forgalom, úgyhogy ez kész van és megszáll. És kész van és rámehet az Respect. Tehát a régi hagyományos technikához visszajutva rendkívül sok előnye van ennek a technikának. Most már használja ezt tulajdonképpen a Váci önkormányzat, a 17. kerületi önkormányzat, 18. kerületi önkormányzat. Budapesten van egy magánvállalkozás, aki két berendezést üzemeltet. Éregyházán van most már autónk. A magyar közút az még csak odáig jutott el, hogy egy mobil technikát vett magának, amely nem kompletten ez az összeépített melevanyagot előállítani tudó technológia. Nagyon szeretnének, csak per pillanat a vezetés még nem döntött az mellett, hogy ezt a technikát használják. Tulajdonképpen, ha jól értem, akkor a kutyapárt egy egészen egyedi technológiát alkalmaz, amit még az önkormányzatok többsége sem vett. Hát az önkormányzatok többsége sem hajlandó, annak ellenére, hogy tudok olyan példákat mondani, hogy Debrecenben vagy Szegeden éves szinten 200 millió forintot költenek kátyúzásra. Ezzel a technikával... Hát ennek sokkal olcsóbb lenne, nem? Hát ez körülbelül 70 millióból meg lehetne volna. Ez kicsit több mint 100 millió az ablakon kidobva. Hát több mint 100 millió, amit kivantolva az ablakon idő. Amire oda kéne figyelni. A kutyapárt racionalizálná ezeket a kiadásokat. Mit csinálnátok, ha bejutnátok a parlamentbe? Hát például megreformálnánk ezt a kátyút. Igen. Több pénz kell a stadion építésre, nem? Ezért teremteni. Megfogad? Persze. Most ilyenkor várokozni kell egy kicsit, amíg ugye a felmelegítés megtörténi. De ha már itt lenne egy másik kártya, akkor át lehet, akkor már lehet csinálni. Így van. De ez nagyon gyorsan melegít meg minden. Szuper, nagyon. Akkor jó, nézzük. Na, egy belenézzünk. Rossz a hang? Hogy van rossz a hang? Már jobb? Hát szerintem azóta igen, mert nem panaszkodtak. Ja, az, hogy közel kell menni ahhoz, ami történik, mert nincs hangja. Jó. Ennyi. De ott voltunk mellett. Hoppá! Ugye most már látszik a kátyú, amit javítani kell. Aha. Nem kell vágni. Szerintem felolvasni. Ja, értem, szóval, hogy a mellette levő részből felolvasztva. Igen, hát ez ugye egy négy... Meg kiegészítve, tehát hogy az a lényeg, hogy ez olyan, mint az autókon a rohadás kb. Nem? Tehát, hogy az, van, hát az, hogy egy kis lyukat látjuk, nagyon felületet kell javítani. Jó. Ma is tanultunk valamit a kátyúkat. Pedig abban nagyon sok szakember van. Magyarország. Azt én tapasztalom. Igen. Persze.
Ez olyan, mint a foci. Mindenki ja, hogy mindenki ért hozzá. A kátyúhoz és a... És igen. A focihoz mindenki ért ebbe az országba, csak senki nem tudja csinálni. Ez egy speciális emulzió, ami tulajdonképpen a kötés megfogja hozni a régi és az új felület között. Aha. És utána az az anyag, ami felbontásra került, az pedig felfrissítésre. Ez egy emulgálósra jönni. Emulzió. Egy emulzió? Emulzió. Azok számára, akik most kapcsolódnak be, összefoglalom, ez itt a kutyapártos kártyúzó projekt. A Rózsa Sándor kampánypénztékozó alapból a Zoli nyert a kártyú.hu létrehozására. Van egy ilyen weboldal, oda, ha van egy kártyú, amit szeretnél, hogy kiavítsunk, beírod, és ezekkel az emberekkel elmegyünk oda, és megcsináljuk. Ez a terv. Hát ez most indult, állítólag már több kártyú érkezett, mint amennyit meg tudunk javítani, de rajta vagyunk az időn, és ez egy nagyon modern technológia. Igen, korán keltünk, mert ezt az utcát le kellett zárni, most erre 20 percre, és ez most volt ez az esemény. Arra vonatkozóan esetleg valamit tudtok mondani, hogyha valaki mondjuk nem ért a kártyúzáshoz, csak látja, hogy az úton otthon van egy luka. Honnan tudja megmondani, hogy lehet-e minket hívni, hogy ez most aszfalt, vagy beton, vagy hogy alkalmas-e ez a technológia arra, hogy az ő kártyúját betömjük? Ez a technika csak az aszfaltra, jó, ez egyértelmű. Hogy tudja ezt egy laikus megmondani, hogy az aszfalt vagy beton, amit lát? Hát ahhoz ismernie kéne ugye, hogy mi az aszfalt. Hát ez a fogalma. Az azt jelenti, hogy hát azért én szerintem csak meg lehet különböztetni. Tehát egy nem hozzáértő ember is meg tudja. Így van, az kővel szerkezet bitumennel kötve. A másik a beton pedig az azt jelenti, hogy sóder és cementtel kötve. Általában az utaknak a 98%-a ez aszfalttal történik, aszfaltozás történik, tehát az M0-ás kivételével betonból elég kevés pályaszakasz lett itt Magyarországon még a beton felülete, de viszont azt tudni kell, azt hiszem, hogy gyerekek. Töltsenektől minden, majd mi eldöntjük, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni, milyen lesz egy adminisztrációs rész, ami alapján, mi a képek alapján eldöntjük, hogy azok a technológia képek erre vagyunk. És küldesz visszajelzést, hogy majd kedves lesz. Károly, köszönjük a kártyúdat. Majd lesz, még sajnos, most kérek jövő augusztusra érünk oda hozzád, vagy mi lesz akkor, ha 1 millió kártyú jön naponta? Lesz visszajelzés, is automatizálva leforosítjuk. Most még ez nincs meg. És a családat jöttek nincs meg. Lesz. Szóval ez folyamatban? Minden megyek, hogy lehessen hallani, amit mondok. Tehát ne felejtsétek el, hogy ez nem egy nagy lelkű dolog a részünkről, hogy mi ezt csináljuk, meg ilyen projekteket, mert ez nem a mi pénzünk, amit nektek adunk, hanem ez fordítva, ez a ti pénzetek, vagy hát mi pénzünk olyan értelmünk, hogy mindannyiunk pénze. Ez
ezt a kampánypénzből csináljuk, tehát ez adóforintokból történik már most, azonnal megtörténik egy pártnak adott adóforint egyből jó dologra fordul, ezt teszi a Kuka párt, és ezt fogjuk tenni a jövőbe is, holnap jelentkezem, sziasztok!